A széles gombóc. Egyszer egy gazdag ember házánál nagy dénomdána volt, s erre meghívott két híres hadugot is. Nosza, amint asztalhoz telepettek, megeredt a hazudozás, hiszen amit eddig hallottatok, az mint semmi. Most jött csak az igazi. Tegnap is vendégségben voltam egy régi jó barátomnál, s ott akkora gombócot láttam, amekkorát még soha életemben. Akár hiszitek, akár nem, ehhez a gombóchoz 100 méter más a liszkellet, meg 50 méter más a szilva. 10 nagy asztalt toltak össze, úgy fért el a gombóc. 20 voltunk vendégek. Egy nap s egy éjjel folyton folyvást tettük, még csak felét sem tudtuk megenni. Hát egyszer csak mi történt? A nagy lakomázás közben két vendég úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el őket. Tűvé tettük az egész házat, nem találtuk őket sehol. Már egy jó órája kerestük őket, amikor a gombóc közepéből kiálltak. Ej, de jó, de pompás! Bezzeg, hogy belebújtak a gombócba, csak hogy annál többet tehessenek. Hát hiszem, mondta a másik hazug. Elég nagy gombóc volt, szent igaz, de ez csak kölykeltett annak, amit én láttam egy vendégségben. Ott akkora gombóc volt, hogy bár lehettünk vagy 50-en, 3 éjjel s 3 nap folyton folyvást tettük. Még csak feléje sem jártunk a tölteléknek. Hát mondom én a barátaimnak, pihenjünk egy kicsit, hogy holnap újult erővel láthassunk neki a gombócnak. Pihentünk is egy fél napot, aztán újra neki feküdtünk a gombócnak. Hát, uram teremtőm, egyszer csak megakad a villám valami keménységben. Gondoltam bizonyosan szilva mag, de nem. Mit gondoltok mi? Egy nagy útmutató kőoszlop. Az van ráírva, innen még 3 kilométer a töltelékig. Hát hiszem, mondta a másik hazug, de hol készülhetett az rettentően nagy üst, amiben a gombóc fölt? Az bíz ott, ahol az az üst, amelyikben a te gombócodat is főzték.